A becslések szerint Újvidéken 1300-al tehető az ártatlan áldozatok száma. A város több helyszínén történtek mészárlások. Tatai János 15 éves volt, amikor édesapját a mostani vásár területéhez hurcolták, és még 74 emberrel együtt kivégezték. A holttestet soha nem találták meg. Ott megmaradt az a bombatőcsér. Az a tócsír megmaradt, és ezeket a 75 embert ott végezték, oda vitték kivégezni, mert ott volt nagy bombatőcsér. Mezei Zsuzsanna levéltáros tagja volt annak a csoportnak, amely a 44-45-ös áldozatok sírjainak feltárásával foglalkozott. Számos dokumentumban lehet találni utalást arra, hogy az áldozatok csontjaira bukkantak. Újvidéken tehát nem csak a magyar áldozatokról vannak dokumentumok, megemlítik, hogy sok szerb lakos is áldozatú vált a 44-es kivégzésekben, különösen az értelmiségekről, a gazdagabbakról van szó, a papokról, tehát úgynevezett a régi rendszernek a vezetőiről, akiket el kellett távolítani, hogy utána életbe, helyébe léphessen az új rendszer. Az emlékmű felállítását a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezete indítványozta, már nem először. Kerestük állandóan a közösséggel együtt, hogy hol is tudunk megemlékezni ezekről az áldozatokról. Sajnos sok esetben konfliktus helyzet is állt fenn, mert különböző engedélyek nélkül nem tudtuk igazán megszervezni ezen megemlékezést. Az újvidéki emlékműre több nyelven, köztük magyarul, szerbül és németül írják ki a feliratot. A 44-45-ös ártatlan áldozatok emlékére. A szobor a Limán 4 városrészben kap helyet.